Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás augusztus 10-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. A hetes szám itt a hold energiájával áll összeköttetésben, az mutatja az ő vágyait, reményeit és álmait. Ugyanúgy, mint itt látható a hold. A képen, a háttérben van egy kígyó. Ez a kígyó egy hölgyet szimbolizál, és ez a nő figyeli az eseményeket. Ő megvilágít itt valamit. Van egy új lehetőség, van egy kiút, vagy vannak tervei, de a háttérben ez a hölgy tudni akarja, hogy ő mit tervez. Tudni akarja, hogy mit fog tenni. És ő ezt nem látja. Ez mind az ő háta mögött van, viszont érzi a ravasságot, mint ahogy ez a ravasz róka itt mutatja. Ez lehet hazugság, egy lopás, hamisságok itt a háttérben. És ő ezt érzi. Nem tudja pontosan, miről van szó, de a belső hangja óvja őt, itt van egy veszély. A harmadik kérdés az volt, hogy mit közöl veletek, ezt mutatja itt a hold. És a hold szimbolizálja a reményeket, a vágyakat, az álmokat. Hold valamit átkap, és ez arra is utalhat, hogy ő jelenleg várakoztat benneteket, és hisz abban, hogy ti fogtok jelentkezni, mert ott vannak a vágyak, ott vannak az álmok, és ez mindkét részről. A hold mutatja az érzelmeket, a mély érzelmeket is. Előfordulhat, hogy itt vannak anyai témák is, mert a hold jelenti ezt is. A napi kártya mutatja a becsületet, tehát azt, amit ő mondani fog, azt, amit ő most tesz, mindaz, amit ő most átél, ezek a hazugságok, lopások, hamisságok a háttérben. Ha ő ezt tudni fogja, és elmondja nektek, higgyetek ebben, mert ő becsületes, ő kimondja az igazságot. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást álnéven. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500.
Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!